egy gyümölcs, amelyből egy darab elfogyasztásával biztosíthatjuk szervezetünk napi teljes C-vitamin igényét. Ez a kiwi. De nem csak ezért érdemes étrendünk részévé tenni, mert lédús, hanem számos jótékony hatással rendelkezik. Kivételesen gazdag összetevőkben csak az A, B1, B2, B3, B5, B6, E, J és a K vitaminokból kivételesen magas koncentrációval bír. De hogyan járul hozzá a kiwi az emésztésünkhöz, az egészségünk megőrzéséhez? Többek között erről kérdezem vendégemet, Altorja István gasztroenterológus professzorot. Szép jösét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszöntöm újra a stúdióban, mert rég volt erre példa. De hát a jó estét kívánok, én is köszönöm a lehetőséget. Az utóbbi időben érdekes és hasznos gyümölcsökről, zöldségekről beszélgettünk időként, és a kiwi mindenképpen ezek közé tartozik. Van olyan adat, hogyha valaki tartósan nem egy, hanem három kiwit fogyaszt elhúzódóan, akkor ez 15 higanymilliméterrel is csökkentheti a vérnyomását hosszabb távon, tehát néhány hét alatt szépen beáll, úgyhogy a legjobb gyógyszerek közé kéne tulajdonképpen a nagyobb mennyiségű kiwi fogyasztását sorolnunk. Most a kiwi az Dél-Kína nemzeti gyümölcse, és gyakorlatilag egy nagyon érdekes dolog, hogy egy ilyen inda folyondár növénynek a nemesítésével alakult ki, és lényegében a neve viszont nagyon érdekes módon ugye Új-Zélandról származik. A kiwi madár szempontjából. A Új-Zélandon a kiwi az tulajdonképpen nemzeti jelkép, szimbólum, az egy röpképtelen madár, tehát egyike azoknak a madaraknak, itt látjuk a képen is, ugye ez egy őshonos madár, nemzeti jelkép, és ugye a úgynevezett legkisebb laposmellű futómadár, amelyik csak futni tud, repülni nem tud. És érdekes módon a kiwit eredetileg kisdinnyének, melonettának nevezték, de aztán félve az új-zélandiak és a kínaiak, hogy az amerikaiak ilyen behozatali vámot fognak erre kivetni, ezért átkeresztelték kiwire, amivel nem volt az amerikai listán semmiféle megszorítás, mert nem is nagyon ismerték, és így került tulajdonképpen aztán nyugatra ez a nagyon érdekes növény. Magyarországon is megterem, de nagyon fontos, amit tudni kell, hogy ez kétlaki. Tehát gyakorlatilag kell egy porzós, ezt tomorinak vagy tomporinak, nem tudom, már valamelyik ábrán rajta van, nevezik, és a héjvárd, az a női virág, abból egy porzós mellé 3-4-5 termő is elegendő, és gondoskodik, és a másik, hogy támaszt igényel, tehát olyan, mint a szőlőlugas, úgy kell a kiwit nevelni. De nagyon érdekes és hasznos növény. Nagyon érdekes, hogy olvasgattam, 72 féle kiwit különböztetünk meg, és ma már, ezt csak a nézők kedvéért mondom, hogy van már olyan is Magyarországon, sőt Debrecenben is kapható, hogy kétivarú. Tehát... Igen, de megmondom őszintén, azt mondják, hogy annak sokkal kisebb a terméshozama, meg a mérete is, tehát én azt gondolom, hogy maradjunk a hagyományos, jól bevált kivinél, de ugye fagy érzékeny egyrészt, másrészt pedig erős vízigénye van, tehát úgy kell nevelni. Na most rendkívül sok jó dolgot tartalmaz, túl azon, hogy több mint 80% a víz, az emlegetett vitaminok mellett olyan elemeket is, mint a kolin, a magnézium, a foszfor, egy kis réz, tehát ebben nagyon jó a C-vitamin, azt már említette a főszerkesztő úr, és ugye az E-vitamin is egy fontos dolog. Na most a K-vitaminnal kapcsolatban érdemes azért azt tudni, hogy a K-vitamin tulajdonképpen nagyobb dózisú fogyasztása az az alvadásgátló gyógyszerek hatékonyságát, főleg a klasszikusokat, tehát a szinkumárt, stb. Hatékonyságát csökkentheti. Ennek megfelelően, ugye, aki ilyet szed, annak mindig gondolnia kell rá, hogy ha túl sok kiwit fogyasztana, akkor nem lesz elég hatékony az alvadásgátló gyógyszer. A kiwire most ugye őszi időszakban érdemes felhívni a figyelmet, hogy naponta egy-két kiwi fogyasztásával, főleg a 60 fölötti korosztálynál határozottan jó, hogy a hurutos náthás időszakban védjük a szervezetet a nagyon jó vitamin összetétellel. Aztán, hogyha egy ábrával tovább lépünk, akkor ugye a értágító hatás és a vérnyomás csökkentő hatás az tulajdonképpen az erek védelmét is jelenti, tehát ilyen szempontból a szívinfarktus, agyi történések elleni védekezésben is jótékony szerepe van a kiwinek. A másik pedig, hogy van egy enzimet is tartalmaz, ez az aktinidin nevű enzim, ami
Azért jó, hogyha mondjuk gyümölcssalátában vagy egyébben bele megkerül a kivi, hogy a hozzáfogyasztott fehérjének az elbontásának, a húsételek elbontásának, emésztésének is ad egyfajta segítséget. Tehát ilyen szempontból elősegíti, hogy jobban emészszük a steaket, hogyha hozzá egy kis kivit teszünk. És akkor a rost tartalom is érdekes. És a rost tartalom az pedig a modern világnak az egyik legfontosabb étkezési problémája, túl azon, amiről beszélgetünk időnként, hogy a mozgásszegénység, a rost szegénység. Tulajdonképpen a beleinknek mindenképpen rostra van szüksége, és a kivi az egy nagyon hasznos rost. Az a képzet, hogy apró magvas gyümölcsöt mondjuk, akinek divertikulumai vannak, ne egyen, ez már megbukott. Tehát gyakorlatilag ma az orvostudomány ezt már nem hirdeti, amit ezelőtt 10 évvel még elmondtunk, kivit is ehet bárki. Enyhe hashajtó hatása is van, tehát időseknél meg ezért is jó, mert túl azon, hogy nagyon hatékony és jó minőségű rostot tartalmaz, egy picit lazíthatja a székletet, és ezzel az időskori székrekedés ellen mindenképpen jó hatású. Ugye nagyon sokszor előfordul az, hogy egy-két gyümölcs esetében a savanyúbb gyümölcsöket nem kedvelők cukorba mártogatják. Kérdés, ha cukrot adunk a kivihez, mit teszünk magunkkal? Hát erre én nem gondoltam, de hát a kivi az, ha megérik, most a kivi az tulajdonképpen egy picikét ilyen utóérlelődő gyümölcs, tehát úgy veszik le keményen, és akkor hidegben vagy hűvös helyen hetekig eláll. Viszont, hogyha egy zacskóba tesszük 2 almával, akkor az almából kikerülő etilén segít megérlelni pár nap alatt. A finom érett kivi az mindenképpen édes, úgyhogy ahhoz nem kell cukrot tenni szerintem. Viszont nagyon jól felhasználható tulajdonképpen egyrészt ugye a étkezések kiegészítőjeként, másrészt pedig gyümölcs vagy süteményekben, desszertekben. Túrótorta tetején például nagyon jól néz ki, hogyha kivit teszünk, esetleg a következő ábrán tetszenek is ilyet látni. Amilyen jól néz ki, az ember még kedvet is kap. Így van. De hát kezdődik rövidesen a szezon, úgyhogy erre van lehetőség. Így van. Na most a kivi, ahogy beszéltük, hogy Magyarországon is megterem. Kérdés, vajon az van-e tapasztalat a tekintetben, hogy az itthon termelt kivi, mert Zalában valóban nem is olyan régen az egyik mezőgazdasági műsorban lehetett látni, megdöbbentően majdnem 10 hektáros kivi ültetvény van. Hogy ez vajon van-e olyan értékű, mint amilyen távolról hozott? Én szerintem igen. Tehát én olvastam és hallottam azt, hogy az a néhány hazai tapasztalt kivitermesztő, az mindenképpen... Ugye itt ugye az a helyzet, hogy én fiatal egyetemista koromban ugye Angliában találkoztam út kapcsán a kivivel, és hát ugye el lehet képzelni, hogy milyen hosszú utat tesz meg az a kivi odáig, tehát korán le kell szedni, stb. Na most, hogyha a hazai piacon terem a kivi, akkor tulajdonképpen a éréshez közelebbi időszakban kerülhet kiszállítása, tehát lényegében vélhetően egy picit érettebb állapotban juthatunk hozzá, és ez előnyös. Meg azt mondják, hogy nagyon jó ízű, finom a hazai kivi. Na most beszéltünk sokféle jótékony hatásáról, főként ugye a rost, ami említése érdemes, meg nyilván a rengeteg tartalom, tehát szuper gyümölcsként is lehet tekinteni rá. Mi van abban az esetben, hogyha az ember elkezd, ugye beszéltünk korábban a sütőtökről, beszéltünk sárgarépáról, nagyon sokféle zöldségről és gyümölcsről, az ember elkezd ezeket kombinálni. Mennyire járunk helyesen el, hogyha ilyen kombinációkat hozunk létre? Ezzel semmi baj nincsen. Ezek nem ütik egymást. Tehát tulajdonképpen a rostból szinte nem is vihetünk be túl sokat. Tehát napi 35-40 g rost is szerencsés lenne, ha bevinnénk, és ugye ezekben a növényekben pedig 100 g-ban van 2 g, 3 g rost, tehát ilyen értelemben a napi adag az 15 kivi lenne. Hát most ez nem teljesen reális, hogy ennyit bárki elpusztítson. Nyugodtan használhatjuk. Ezek a rostok, az emlegetett sütőtök, ez azt gondolom, hogy ez akár ebben az időszakban, ez a műsor ismételhető is, mert gyakorlatilag megint sütőtök szezonnak nézünk elébe, és a nagyon hasznos és nagyon egészséges rost. A legtöbb gyerektápszernek az egyik alapanyaga a sütőtök. A répa is nagyon jó, a kivi is ide tartozik, és hát vannak egyéb rostos dolgok is, amikről korábban beszéltünk, így például az ananász is. Viszont a kivi az olyan is lehet, vagy akár olyan hatása is lehet, hogy egyeseknél gyomorégést okoz. Ez ellen van-e valami hatékony, mit tegyünk a kivi mellé, ami ezt a fajta kellemetlen érzést enyhíti? Kétségtelen, hogy a magas C-vitamin tartalmú dolgok mellékhatása lehet az, hogy egy picit provokálják a gyomrot, ez igaz. Tehát ez tulajdonképpen a citrusfélékre is igaz, tehát van, akinek a
a narancs vagy a citromevéstől is egy picit éket a gyomra. Nyilván érdemes utána akkor valami kis savkötő kekszet vagy egyéb ilyesmit bevinni. Ilyennel lehet kombinálni ezt. Én nem gondolom, hogy ennél sokkal többre kéne gondolni. Viszont lehet egy kis, ha valakit ez zavar, akkor egy kis szalgusszvizet lehet mellé tenni. No, hát és akkor végén egy picike, ha szabad ilyen összefoglaló jelleggel. Igen, jelleggel. Tehát a kivi alacsony kalóriatartalma miatt, tehát 100 g az ugye 60 kilokalória, fogyókúrához is nagyszerű. Az aktinidint, amit már említettem, az a fehérjék bontását segíti, tehát ilyen szempontból a legbonyolultabb emésztési folyamatban segítő hatású. A magas C-vitamin tartalma miatt fontos antioxidáns, és erősíti az immunrendszert, főleg hurutos időszakban, és ahogy ez elhangzott, tulajdonképpen az amerikai útmutatók szerint egy kivi a napi C-vitamin szükségletet önmagában tartalmazza. Az antioxidáns hatás áttételesen véd, és a rost tartalom a daganatos betegségek, elsősorban a vastagbélrákkal kapcsolatban. A magas kárium tartalma, mert ezt nem beszéltük meg, de önképpen az átlagnál magasabb kárium tartalma jótékony hatása a szívre, és szerepet játszik a vérnyomás csökkentő hatásban, viszont tudni kell azt, hogy akinek krónikus vesebetegsége van, ott káriumfelhalmozás előfordulhat a szervezetben, tehát ebben az esetben erre oda kell figyelni. A rost tartalma pedig hatékonyan javítja az emésztés folyamatát, és enyhe ashajtó hatása időskorban kifejezetten előnyös lehet. Nagyon szépen köszönöm a sok hasznos tanácsot, köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget.